finoman hátra. Ennek a papi lágyan, Murphy. Azt hittem, hogy áttesz is Vasneknek. Óriási küzdelem most minden korongért. Fekete vissza, ez jó, Palkovics. Na, hova teszi Krisztián az alapvonalról? Gól! Gól! Gyönyörű gólpassz! Fekete Dániel a gólszerző! Ott van hely Palkovicsnak, vár. Fekete kibúj, leteszi a botot, belesöpör fonákkal, és valahogy átszamagott a lábvédők között. Ezt lehetett volna előbb adni, lehetett volna hátra tenni, de Palkovics fantasztikus szemmel vette észre, hogy melyik az a pillanat, amikor gólhelyzet lesz Fekete előtt. Megtudni, hogy mi történt egészen pontosan. Kis botfogás. Ebből mehet a korong. 3-2 ellen. Palkovics elüt a korong fölött, majd másodszor! Ott van! Ott van Palkovics Krisztián gólja! Lövőcselnek is jó az, hogyha nem sikerül. Így az igazi. 2-0 ezen a világbajnokságon. Ú, de gát. Hát nagyon gátlásos volt így az első meccsek után, hogy nem sikerült. Aztán most kilőtte a hosszút. Keresztmozgás után másodjára vissza Murphy, átcsúszik. Igen, Murphy a lövőcselnek is beillő luftra elcsúszott egy kicsit jobbra. Nagyon látványosan. Az előző cseré az még egy kis adalék szélig, látványosan karmesteri mozdulatokkal. Hú, Daud, mekkora kapuvasat lő! Egymaga vitte be a korongot. A vasat találta el a bombája. Óriási védés! Másodszorra is! Hetényi káprázatos! Brutál! Elképesztő védés lábbal! A világbajnokság eddigi legnagyobb védése. Azt a fújt! Kiállítások lesznek, szerintem páros, de én azt szeretném, hogyha lassítva néznénk Hetényi bravúrjait. Nem viselte meg lelkileg, hogy a vas csilingelt mögötte. Hát ezt második, a még nagyobb volt, amikor még karral. Az első az 10 pontos védés volt. A második meg 10,5. Igen, körülbelül. Brutál. Vas Jánossal próbálnak keménykedni, majd rájönnek. Vas Márton. Horvát a túloldalon, Horvát a jégen, jelentem. Még akkor is, hogyha most mellette mennek el. Tégy zicserben, lehet büntető akár. Kiállítás biztosan van. Büntető is van, megadja a szlovén bíró nagy nehezen. Tét lőhet büntetőt. 18 másodperccel a vége előtt. A magyar publikum fügykoncertjétől kísérve. Tét egészen kiviszi baloldalra, és nem tudja belőni. Még ezt is megfogja Hetényi. Nincs angol, nincs brit szépítő gól. Azért tudta kiugrani, most oda megy Vas Márton, oda megy szélig, hogy ott még jobban tudja ünnepelni a magyar publikum. Ebben segítettek a csapattársak. Ashley Tate pedig, aki az olasz bajnokságban játszik. O'Connor, miközben visszaszámlál a magyar publikum. És vége a mérkőzésnek. Újra egy kapott gól nélküli találkozó. Lengyelország, Horvátország és Nagy-Britannia sem tud gólt ütni a magyar válogatottnak 4 mérkőzésen. Összesen 2 gólt kaptunk attól a Koreától, amely ugye a divízió 2-ből került vissza, és üdeszínfoltja ennek a tornának. Na de hogyha Korea üdeszínfoltja a tornának, akkor a magyar válogatott pedig most már lassan ki tudjuk mondani, hogy favorit még akkor is, hogyha a szlovénekkel kell játszani majd pénteken este 8-tól.